Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Kicsit elhanyagoltam mostanában a videó készítést, de gondoltam, hogy bemutatom nektek ezt a gombát, ha már találtam. Ilyen mezőn voltam, és akkor ott találtam. Ez a fehér tarló gomba, amiről még nekem nem volt videóm. Nagyon sokan összekeverik a gyilkos galócával. Pedig a gyilkos galóca az nem ilyen. Tehát a gyilkos galóca az nem ilyen mézillatú, ennek mézillata van. Az egy ehető gomba. Nagyon sokan viszont összekeverik a gyilkos galócával. De megjött a Zoli. És most azért kellett elállítani a felvételt, egy kicsit odébb megyek. Csak egyetlen egy darabot sikerült találnom. Jöttem, megpillantottam, mondom, ez biztos jó videóanyag lesz. Itt néz ki, hát széttört. Nem bírtam be, mit csinálom, most azért menjek vissza. Úgyhogy már jöttem lefele ott a tarlón le. Szakkor tört el. Mert így nézte, így hallotta ilyen recsen, és tudjátok ilyen, amikor gomba így recsen, ilyen nagyon halka. Na, no, összetört. És kivetett, tényleg összetört. Letört a kalapja neki. De nincs egy semmi baj attól, de amúgy ez egy olyan gomba, szedését nem tanácsolja. Egyetlen egy szaki sem. Fogyasztása azért nem javasol, mivel összekeverhető nagyon könnyen a gyilkos galócával, amiből én már jó pár példányt találtam. A fehér tarlógombának viszont van egy jellegzetes vonása. A tönkje nem kígyóbőrszerem mintás, és nincs bocskora, csak ilyen kis gumója, ami minden gombának van általában. Ugye ezzel kapaszkodik meg a földben. Csak ilyenje van. Nincs igazi bocskora. De a tyúkok is itt vannak közben. Ők is itt krákognak. De kb. Ők az összes, meg még van valahol egy. Nem, itt van ő is. Ott a galléros. Ugye? Csak ennyit akartam igazából, mert tyúkoknak ezt nem adom oda, mert nem úgy benne biztos, hogy ez jó gomba, de ez nem a fehér tarló gomba lesz. Nagyon jó, sziasztok!